Hát akkor biztonságos hétvégét, Vladek. A biztonságra. A mindenit. Na, Vladek. Induljunk. Te, Jurek, ha mi a rendet szolgáljuk ebben az országban, akkor nem hagyhatunk részegen. De hogy megyünk vissza? Megoldjuk. A kurva élet. Zsaruk, tedd el a füvet. Jó napot, kedves uram. Segítenie kellene. Ezt a pulóvert valami divatlapból nézted ki? Ajándékba kaptam. Talán azt sem tudod, hogy mit vettél magadra? Vagy hagytad, hogy meghülyítsenek? És most nem akarod beismerni. Na figyelj, nem értem, hogy miről beszélsz. De ha valamit akarsz, akkor beszélj úgy, hogy meg is értselek. Erről a te pulóveredről beszélek. Kilomtad a gyárvízkárosult segédcsomagból? A kutya meg hurcolta, te meg visszavetted? Kíváncsi vagyok a pulcsi történetére. A technikumban ilyen munkaruhát adtak ránk. Ássad, ássad! Bomber, ne aludj! Dehogy is. Régóta csak megyünk, pedig Varsó közelében mondta. Laszka, figyelj! Rendőrkocsi jön utánunk. Adj egy kis gáz neki, csak szép csendben. Ezek ránk ragadtak. Megérezték, hogy füvezünk. Nyomd azt a gázt. Lerázzuk őket. Fred, mi bajod van ezzel a pulóverrel? Nézz ide! Látod, hogyan öltözködöm? Tudod, mennyibe kerül egy ilyen zakó? 1500 lotyiba! És? Fotomodell leszel? Nem érted. Tudod, miért vettem ezt a cuccot? Az ilyen pillanatokért. 1500-öt fizettem ki érte. Hogy a haver, akit ki fogok végezni, jó jegyezze meg magának, hogyan nézek ki. Hogy elmondhassa a kisangyaloknak az égben, hogy egy klasszis pasitól kapta a golyót a fejébe. Te a pulcsidban úgy nézel ki, mint egy bohóc. Olyan vagy, mint az a román, aki a kocsim ablakát mossa, ha a piros lámpánál megállok. Ha ez elmeséli az égben, hogy nézett ki, aki lelőtte, az angyalkák beszarnak a röhögéstől, és a szareső a fejünkre hullik. Mulatságos dolgokat mesélsz? Persze. Neked mindegy, mert ez a pulóver olyan szörnyű, hogy elfelejtik, de gondolnod kell rám is. Érdekes. Nagyon érdekes. A dohányzástól a nevetésed is olyan, mint a disznó röfögése. Befejezted? Nem sietünk. Adok egy lehetőséget. Látod ezt a kezemben? Ezt a pénzt most földobom. Ha leesik és írás lesz, akkor nyertél, és meghagyom az életedet. De hogyha fej, akkor vesztettél, én pedig megnyertem a halálodat. Lehet, hogy ez a pulóver nagyon tanyasi, de ilyennek kell lennie. Mert engem veled szemben rohadtul nem érdekel, hogy mit gondol rólam az, akit le fogok lőni. És kurvára nem hiszem, hogy az lenne a fontos, hogy klasszis vagy-e, vagy nem, hogyha valakit lelövünk.
Különben nem hiszek az angyalokban, a karnerációban. Víz alatti világokban sem, meg a Mikulásban sem, de egyet igenis tudok. Hogy minden ember, amikor alig néhány centiméterről belelőnek, összevérezheti a 3000 zlotys is ünneplő ruhádat. És a pulóverem történetét úgy sem értenéd meg. Ez már többre nem képes.